Talán hétfőn megjelent egy hír, miszerint kínai expedíció indul a Himalájára, egyebek között azért, hogy lehozzák az ott elhunyt hegymászok holttestét, és hát 6 évvel a halála után megtalálhatják Erős Zsolt holttestét is. Aztán tegnap megjelent egy másik hír, hogy nem találhatják meg, mert nem is keresik. Kollár Lajos hegymászó, a Magyarok a világ 8000-esein expedíció sorozat vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt. Tegyen rendet itt a hírekben, megjelent ez is, az is. Hát lehet, hogy nem én fogok rendet tenni, hanem maga az élet egyébként. Ez is abba a kategóriába tartozik, ami ha nincs hír, akkor van hír. Ugye ez a felröppenés, ez abból ered, hogy általában az Everest környékét, tehát az Everest régiót tisztítják meg ott hagyott szemetektől, mindenit. Csak zárójelbe mondom, hogy a hírekben az jelenik meg, ezt is tegyük rendbe, hogy a hegymászók szemetelnek, szó sincs róla, nem a hegymászók szemetelnek, a hegymászó nem szemetel. Irodákon, serpákon, vagy éppen a karakorumban, teherhordókon keresztül folyik ez a munka, ez az ő dolguk, ki van fizetve, hogy a felszállított anyagokat vissza is hozzák, ők ezt nem teszik, vagy nagyon gyatrán. Tehát ez egy zárójeles megjegyzés volt csak. Ugyanígy, ugye ezeknél a magas hegyeknél a sajnálatos baleseti események maradványa, az emberek, akik ott maradnak, ezek bizonyos értelemben az utak mentén vannak. És az utakat nem autópályaként kell értelmezni, hanem mászó útvonal az nagyon kevés van. És általában a normál útvonalak azok, amelyek a legtöbbet használtak. És itt a magasabb régiókban bizony hát van halott jó szép számmal. Akik nem a gleccseren, hanem a szélfútta, kopárabb részeken vannak, azok látszanak. Hadd kérdezzem meg, ugye itt mindig Erős Zsoltnak a nevét említjük, de ugye ott még egy magyar fiatalember meghalt, Kis Péter, aki velünk mászott, tehát igazából kettőjükről van szó. Van magyar hegymászó holteste még fönt a Himaláján? Hogyne. Gárdos Sanyi, Várkonyi Péter. Gárdos doktor, ugye? Igen. Akkor, amikor ez a hír elterjedt, tehát például a holttesteknek az elhelyezkedéséről, hogy ők hol találhattak, ha jól emlékszem, Kis Péter és Erős Zsolt szakszóval így mondták, kicsúszott? Nem, ez erről én tudnék egész pontosat mondani, legalábbis amit én tudok, mert én ott voltam a helyszínen. Péter kicsúszott, és az ő holtteste megvan, illetve láttam lefotózva a gleccseren, és a gleccseren viszont elmerül. Egy-két hónap alatt a napfény hatására a ruházat magába szívja a meleget, elmerül, és ebből adódik az, hogy 30, 40, 50, 70, 80, 200 év múlva valahol lejjebb megtalálnak egy-egy emberi maradványt, holttestet. Zsoltról nem tudjuk, hogy pontosan hol van, de amennyiben ő a mászó... Egyáltalán nem lehet tudni, mert az is megjelent. Én körülbelül tudom, tudom. Ezt mondjuk el a nézőknek, hogy ön volt az, aki utoljára látta őket, vagy beszélt vele. Beszéltem is vele, igen. Ez olyan délután 2:30 környékén Zsolt a rámpáról egy olyan 8100 és 8000 méter környékéről elindult a 4-es tábor felé le, és onnantól kezdve nyoma veszett. Hogyha ő valahol ebben az útban, tehát ebben a részben van, vagy ott lekuporodott, akkor megtalálható lett volna. Tehát azóta eltelt most már 6 év. Egy csomó expedíció járt igazából, és nem fedezték föl. Fölröppent egy hír, még egy fotót is küldtek, hogy megtalálták Erős Zsoltot, nézzük meg, hogy ez nem ugyan. Csak ez teljesen véletlenül a Kanchenjunga indiai oldalán készült ez a fotó, és egy teljesen más emberi maradványt ábrázol. Bocsánat, amikor azt mondja, hogy nagyjából tudom, hol van az a nagyjából, az mit jelent? Hát a régi, be tudom azonosítani, hogy annál sem lejjebb, sem följebb nem ez lehet. Mekkora ez a régió? Hány négyzetméter, hány száz négyzetméter, hány ezer négyzetméter? Az a rámpa körülbelül egy ilyen 50-60 méter széles, 8100 és 7900-800 méter körüli magasságban van, tehát a halálzónában van, és utána egy nagy leszakadás van. Valószínű, onnan csúszott ki a Peti, mert ő a gleccseren lelte halálát, viszont a Zsolt nem tudni, hogy elképzelhető, hogy végelgyengülésben lekuporodott valahova, becsúszott valahova. Vagy talán ő is lecsúszott a gleccserre, de az látható lett volna. Na, amikor elindulnak ezek az expedíciók, és találnak mondjuk holttesteket, akkor mi történik? Ők megkeresik, vagy felveszik a kapcsolatot a hozzátartozókkal, vagy egyszerűen lehozzák őket? Hát, azért kérdezem, mert Erős Zsolt édesanyja is azt mondta, hogy ő szeretné, ha örökre ott nyugodna. Várkonyi Lászlót említette, igen, az ő felesége, és azt mondta, hogy maradjon ott, mert
azt szeretné, hogyha ott maradna. Igen, egyrészt, a másik pedig, hogyha egy kicsikét a praktikum felől is próbáljuk közelíteni, nagyon macerás. Tehát mi történik egy holttesttel, hogyha mondjuk 8000 méteres vagy 7000 méteres magasságból véletlenül lehozzák, sikerül lehozni. Akkor raktározni kell, ez iszonyú költségbe kerül. Természetesen, hogyha ezt a család vagy pedig a kint lévő büdzsé ezt tudja fedezni, és a család akarja is, akkor ez működhet, de mondom, rendkívül macerás. A hegyen lévő holttestnek véleményem szerint ott a helye. Azoknak, amelyek olyan kereskedelmi útvonalban vannak, hogy rendkívül rosszul esik az embernek, ott nem véletlenül vannak a szimbolikus temetők, mint a K2-nél is, tehát ezek a kis névtáblák egy egészen más helyre vannak téve, nem pedig oda és ott, ahol a baleset mondjuk történt, hogy ne legyen rossz érzése lényegében senkinek. Az Everestről való összegyűjtés az egy fontos dolog, én ezt csak üdvözölni tudom, mert ott tényleg már földgyűlem lettek. Kik ők, akik ezt végzik? Tehát ez munkacsoport? Mondjuk úgy, hogy állami pénzből működő munkacsoport, így van, de ilyenkor ez nem működik. Tehát azért mondtam az elején azt, hogy ha nincs hír, akkor van hír, mert éppen maradt néhány flek üresen, vagy néhány televízióban, néhány műsor idő, amit ki kell tölteni, Erős Zsolt neve még mindig jól hangzik, és akkor őt is be lehet venni. Engem már megkerestek azzal, hogy mit szólok az, hogy megtalálták Erős Zsoltot. Mondtam, ez kizárt. Nem beszélve arról, mert jó néhány száz kilométerrel arrébb van, mint ahol a kutatás van, ugye a Kancsenzőnga és az Everest között. Isten nyugosztalja Erős Zsoltot és Kis Pétert, illetve az öt többi áldozatát a Himalájának. Köszönjük szépen, hogy ezt mondta nekünk. Mindezt.